Nagy a költségvetési hiány, jelentősen elmaradta az előzetesen elvártól Magyarországon a gazdasági növekedés. Lélegzett projekt, ingyenes dohányzás leszoktató program indult Nyíregyházán. Nincs több zöld hibrid. Szeptember 1-től kizárólag a tisztán elektromos és nulla kibocsátású járművek jogosultak a zöld rendszámra. Egyelőre nincs pozitív hatása a gazdaságra nézve a Magyarországon folyamatban lévő vagy már elkészült ipari gigaberuházásoknak. 2024 első felében 1,3% volt hazánk gazdasági növekedése, ami jelentősen elmaradt az előzetes várakozásoktól. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Gerhes Miklós közgazdász szerint a költségvetés hiányának csökkentése érdekében a kormánynak minél előbb tárgyalóasztalhoz kell ülnie az Európai Unióval. Nem kevesebb, mint 192 milliárd forint támogatást kapott Nyíregyháza az elmúlt években a város új ipari parkjának fejlesztésére. Ezeken a területeken jelenleg egy német, egy koreai és egy kínai gyár épül, hármójukban egy a közös, az akkumulátor. Az imént említett összeg is jól mutatja, hatalmas összegekből épültek és épülnek Magyarországon ipari kapacitások. A beruházások azonban egyelőre nem érzékeltetik hatásukat az ország gazdasági mutatóiban. Az első féléves adat szerint 1,3% volt hazánkban a gazdasági növekedés, ami jelentősen elmaradt az előzetes várakozásoktól. A kiadások azok nagyon megnőttek, és a kiadások, ami az állami költségvetésbe mentek, például az akkumulátorgyárakba, ami elég nagy tiltakozást váltott ki, hát azok bizony már egyrészt a beruházásnál nem hozták a várt eredményeket. Mert ugye akkor, ha egy állam támogatja a beruházásokat, abban bízik, hogy majd a beruházásnál majd a magyar vállalkozók, jelen esetben, ha Magyarországról beszélünk, a magyar vállalkozók, építészek, ablakgyártók részt vesznek a beruházásban. Hát igen, ám, csak a kínaiak még a téglát is hozták magukkal, tehát abból a magyar gazdasági növekedés, a beruházás nem profitált. Gerhes Miklós úgy látja, ennek ellenére is pozitív lehet a mérleg, ha ezeknek a gyáraknak a dolgozói kiemelt bérezésben részesülnek, ezáltal pedig növelik a fogyasztást. Ehhez azonban túlnyomó részt magyar munkavállalókra van szükség, akik belföldön költik pénzüket, ellenben a vendégmunkásokkal, akik fizetésük jelentős részét hazaküldik. A fogyasztás növekedésére egyébként is nagy szüksége lenne Magyarországnak. Az infláció miatt ugyanis ebben hazánk utolsó helyre szorult az európai rangsorban. És azt, hogy az infláció az hogyan áll, hát most azt mondják, hogy 3,5-4% körül a cél, de véleményem szerint évvégén fel fog menni 5,5-re, tehát a tavalyival meg fog egyezni. Ezzel nincs nagy baj, tehát ezt megpróbálják egyesek úgy kommunikálni, hogy levertük az inflációt 25%-ról 5%-ra. Valóban csökkent. Az infláció üteme csökkent. De a 25% mínuszra épül ez a mostani 5%. Tehát a gazdaság a még gödörből nem indult, hanem még tovább ment, lentebb megy. Tehát itt mindenképpen ebből a gödörből úgy lehet kimászni, hogy nagyon minimálisra az inflációt, mert infláció biztos, hogy van, de ehhez megfelelő gazdasági növekedésnek kell párosulni. A közgazdász hangsúlyozta, az első és legfontosabb feladat a költségvetés rendbetétele. Ehhez a szakértő szerint elengedhetetlen, hogy a kormány, ha kompromisszumok árán is, de még idén kiegyezzen az Európai Unióval, hogy azokat a forrásokat Magyarország megkapja. Ez a több tízezer milliárd forint nem csak a költségvetési hiány csökkentenő jelentős mértékben, hanem a különböző ágazati fejlesztéseknek köszönhetően a gazdaságot is újra beindítaná. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség azzal az anyával és élettársával szemben, akik a nő lányát brutális módon gyilkolták meg. A vádirat szerint a nő élettársával és saját mentálisan sérült középsúlyosan elmegyenge lányával élt együtt egy Nyírbátor környéki kis településen.
A fiatal lány önállótlan volt, teljes körű irányításra szorult, gyógyszerei szedésének felügyeletét is az anyja látta el. 2022 tavaszától a vádlott nő egyre türelmetlenebb lett gyermeke gondozása kapcsán, a nyári időszakban már több esetben bántalmazta puszta kézzel a sértettet. Mindez odáig fajult, hogy a nő a sértettnek nagy fájdalommal járó életveszélyes sérüléseket okozott. 2022. július végén a vádlottak a súlyosan sérült lányt a lakóházuk fürdőszobájába vitték, ahol közösen a fürdőkád vizébe folytották. A sértett halálának közvetlen oka fulladás volt, amely azonban rendkívüli szenvedés után következett be. A főügyészség az anyát és élettársát különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés büntettével vádolja, velük szemben életfogytig tartó fegyházbüntetése az indítvány. Ingyenes leszoktató programot indított a dohányzók számára a Nyíregyházi József András Oktató Kórház pulmonológiai osztálya. Az intézményben orvosi és pszichológusi segítséggel támogatják a káros szenvedéllyel élőket. Hazánkban jóval az uniós átlag felett van a dohányosok száma, a tüdőrák valószínűsége pedig több mint 100%-kal nőtt Magyarországon az Eurostat 2020-as adatai alapján. Egyetlen szívással közel 4800 vegyi anyag keletkezik cigarettázás közben. A vegyületek nagy része mérgező, köztudottan rákkeltő anyag. A dohányzás káros hatásai ma már széles körben ismertek. Ennek ellenére hazánkban továbbra is jóval nagyobb a dohányosok száma, mint az uniós átlag. Utoljára 2020-ban történtek ilyen reprezentatív felmérések. Ez alapján világszerte körülbelül a fejlődő országokat kivéve, a lakosságnak, a 18 év fölötti lakosságnak körülbelül 20%-a dohányzik. Európában ez a szám 20-21%, viszont Magyarországon 29%. Ebből a férfiak aránya 34%, a nőké pedig 25. Tehát azért a magyar adatok sokkal magasabbak az európai átlagnál is, ami egy eléggé ijesztő adat, úgy gondolom, hogy a megkérdezetteknek a túlnyomása, a része, körülbelül 80%-a 14-17 éves korában kezdte el a dohányzást. Több mint 10 éve átfogó program indult hazánkban a dohányzás mértékének visszaszorítására. Ennek hatására 2010-hez képest 4%-os csökkenés volt tapasztalható. Ma is több országos kezdeményezéshez csatlakozhatnak a függőségben szenvedők. Nyíregyházán idén egy komplex programot indított a József András Takkórház pulmonológiai osztálya, ahol orvosi és pszichológiai segítséget kapnak a dohányosok. A lélegzett program a fizikai mellett a lelki függőség leküzdésében is támogatja a résztvevőket. Mit jelent a dohányzás? Egy kellemes tevékenységet többnyire, egy napi automatizmus reggeli kávénál, ebédnél, baráti társaságba, munkaszünetbe. Tehát ilyenkor többnyire ellazulnak az emberek. Vagy éppen a másik oldal, ha valaki ideges, rágyújt egy cigarettára, és így próbálja a feszültségét levezetni. Na ebbe segít ez a csoportterápia, ahol Oswald Gabriella pszichológusunk van jelen, és csoportos formában, de szükség esetén egyéni megbeszélések is vannak, hogy segítsünk abba, hogy valaki befejezze a dohányzást. A lélegzett program lényege, hogy csapatmunkában segítik a résztvevőket. A szenvedélybetegséggel küzdők számára ugyanis az az egyik legnehezebb, hogy hiányzik a leszokás segítő, támogató háttér. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog, hogy személyesen halljon arról a dohányos egyén, hogy melyek a dohányzásnak a mellékhatásai, ne csak akkor szembesüljön vele, mikor már kialakult egy betegség, hiszen megelőzhető dolgokról van szó. És én mindig azt mondom, hogy igenis le lehet szokni a cigarettáról, mert a dohányosoknak, azt szoktam mondani, két végletfajtája van. Az egyik, mikor megtudja, hogy van egy komoly betegsége, képes azonnal 30-40 éves dohányzást egy nap alatt abba hagyni, mert úgy megijed. A másik véglet pedig az, aki megtudja, hogy beteg, de azért még dohányzik, esetleg csökkenti a mennyiségét. Hát azt hiszem, az lenne a legfontosabb, hogy megelőzzük ezeket a betegségeket, és valahol ott a köztes időbe megmagyarázni azt, hogy miért fontos befejezni. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogy
Fiataloknál sajnos nagyon előtérbe került ezek az idézőjelbe tett korszerű dohányzási formák, ami nagyon elterjedt, és egyre jobban elterjedt, és nagyon fontosnak tartanám az iskolákba a felvilágosításukat elindítani. A lélegzett projektről a közösségi oldalon és a Vármegyei Oktatókórház honlapján is találhatók részletes információk. A megadott elérhetőségeken bárki jelentkezhet a programba, amely a COPD-s betegek, az asztmával küzdők vagy daganatos betegséggel élők mellett a tünetmentes vagy egészséges emberek számára is nyitott. A lélegzett projekt TB finanszírozott, és beutaló sem szükséges az előjegyzéshez. Szeptembertől már nem kaphatja meg a zöldrendszámot az az autó, ami nem tisztán elektromos és nulla kibocsátású. Amíg a műszaki vizsga fennáll, de legkésőbb 2026. november 30-áig fehér alapszínűre kell cserélni a rendszámot. Ennek a költsége nem terheli a vevőket. A belügyminisztérium döntésével ezek a járművek számos eddigi kedvezményt veszítenek el. Szeptembertől már nem kaphatja meg ezt a zöld rendszámot az az autó, ami nem tisztán elektromos és nulla kibocsátású. A belügyminisztérium 2023. decemberi állományadatai szerint a tavalyi év végén már több mint 25.500 besorolású hibrid autó volt forgalomban, plug-in hibridekből pedig csak nem 12.000-et tartottak számon ekkor. Ez azokat a kocsikat érinti, amelyek benzin vagy dízelmotor plusz tölthető elektromos motorral rendelkeztek. Ezeknek korábbi szabályozás szerint zöldrendszámuk volt, ugyanazokat a kedvezményeket élvezték, mint a tisztán elektromos járművek. Ez szeptember 1-jel megszűnik, illetve kivezetésképpen 2026-ig, tehát a meglévő gépjárművek esetében, amiknek a műszaki vizsgája 2026-ig megvan, azok esetében megmaradhatnak a zöldrendszámok, de fokozatosan szeptember 1-től már nem állítanak ki ilyen zöldrendszámokat. A minisztérium lépésével ezek a járművek most elveszítették a számos magyar településen biztosított ingyenes közterületi parkolás lehetőségét, de a rendszámváltás következménye az is, hogy a jövőben honosított új és használt példányok után regisztrációs adót, illetve az összes után teljesítmény arányos gépjárműadót, valamint adásvételkor vagyonszerzési illetéket is kell fizetni. A tapasztalatok szerint a vásárlók egy jelentős része a zöld számmal járó kedvezmények miatt vett eddig plug-in hibridet, de egyébként nem töltötte az autót, hanem belső égésű motorral járt. Sokszor nagy köpcentis benzin vagy dízel autók esetében egy kis elektromos motorral a kedvezményeket kihasználták, de ugyanakkor a környezeti megtakarítás, a CO2-kibocsátás csökkenése igazából ezeknél a kocsiknál nem valósult meg. Tehát 25 km minimum elektromos töltéssel való hajtás volt a feltétele ennek a zöldrendszámnak, és mondjuk az tényleg érdekes, hogy 25 km-t megy elektromosan, azután meg nagy köpcentis benzin vagy dízelmotor hajtja, tehát gyakorlatilag az elektromos autók, a tiszta elektromos autókkal szemben ez minimális megtakarítást jelent. A szeptember 1-től életbe lépő változások értelmében, amíg a műszaki vizsga fennáll, de legkésőbb 2026. november 30-ig kell lecserélni a zöld rendszámokat. Ennek a költsége nem terheli a vevőket. Augusztus 1-től 13 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településen szűnt meg a posta, közölte megkeresésünkre szerkesztőségünkkel a Magyar Posta ZRT. Írásos válaszuk szerint az üzemmódváltás érintette Besenyődöt, Eperjeskét, Gacsájt, Kisvarsányt, Kömörőt, Mezőladányt, Milotát, Penyigét, Sonkádot, Tiszakerecsenyt, Tiszakóródot, Tiszamogyoróst és Túl Istvándit is. Ezekben a községekben mobil postával biztosítják a jövőben a szolgáltatásokat. Hozzátették, 2022 óta az energiaprogram keretében megszűnt posták helyett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében eddig 9 posta nyitott újra posta partneri együttműködés keretében. A szolgáltatás pedig továbbra is minden településen biztosított. Eredetileg az utcára akart kiülni egy barátjával muzsikálni, de egy színházi rendező barátja inkább azt javasolta, inkább ő megrendezi. A rendezőt Vidnyászki Attilának hívták, az előadót pedig Földes László Hobónak. 2023-ban mutatták be a Nemzeti Színházban a magyar popzene személyes hangon elmesélt történetét. A produkciót most a Mandala Nyár közönsége is megtekinthette. Amit
látnak is hallanak, az nem én vagyok, én csak leírtam és elmondom. A Mandala nyár nagy színpadán Földes László hobó és zenésztársa Kiss Zoltán várta a közönséget az Utca zenész című előadással. A darabot Vidnyánszky Attila állította színpadra, akivel hobó immár 17 éve dolgozik együtt rendszeresen. Az alapötlet az onnan van, hogy én kitaláltam, hogy a Kiss Zoli barátommal ketten egy szár gitár mellett kiülünk Budapesten különböző helyekre az utcára, minden reklám nélkül az utcára, a terek, itt a metró végállomáson, vagy a téren, vagy a kerítésnél is ott játszunk. Annélkül, hogy meghirdetnénk ezeket a dalokat és ezeket a szövegeket, amelyek vannak. Így akartam, elmondtam a Vidnyánszky Attilának, aki azt mondta, hogy ezt szeretné megrendezni. Így kezdődött a dolog. A jövőre 80. születésnapját ünneplő Kossuth Díjas hobó, aki már túl van az ezredik József Attila estjén is, idén megkapta a Petőfi Zenei Díj életműdíjat. Jövőre pedig a Nemzeti Filmintézet támogatásával mozifilm is készül az életművéről. Az a véleményem, hogy ahhoz, hogy valaki blues énekeljen, vagy rock'n'rollt, vagy verseket mondjon, az nem kell színésznek lenni. Ha a Latinovics Zoltánra, vagy a Mensáros Lászlóra gondolok, akkor meg, vagy a Jordán Tamásra, akkor pláne nem. Ugyanez, hogy én nekem vannak, és nagyon régóta dolgozom színházban, és nagyon jó barátaim vannak, akik nagyon jó színészek, és sok szerepet el tudnak játszani, de a blueshoz, vagy a költészethez az egyéniség kell, nincs kinek a szerepébe bebújni, és azt vettem észre egy évtized alatt, hogy a legtöbb színészből kiverik az egyéniséget, és megmondják nekik, hogy hogyan mondják a verset, hogy hogyan énekeljenek, akármilyen jó hangja van. A dolog az, a színész, az én azért vannak ilyen barátaim, mert szeretem őket, ők arra vállalkoztak, hogy megmondják, hogy eljátsszák azt, amit mondanak nekik, és amit nem ő írt, és nem ő gondol. Én meg azt játszom, amit én gondolok, meg én írtam, vagy ami nekem fontos. A művész számára meghatározó korszak volt az 1960-as évek, és a beat korszak, amelyben a zene és a szépirodalom sajátos kapcsolatba került. Amit ma gúnyolnak, hogy a hippik milyen hülyék voltak, azóta az én életemben, 79 éves vagyok, ez volt az egyetlen egy olyan társadalmi mozgalom, amelyik nem volt köze az erőszakhoz, akkor ezzel mi baj van ahhoz képest, ami most folyik. Na most ezt a zene váltotta ki, és a világon egyszerre egy csomó ember a vallástól és fajtól és bőrszintől független azonosnak érezte magát, tehát ennek a nyomai nincsenek ma meg. Én nekem nincsen ilyen nosztalgiám, csak úgy gondolom, hogy és megszületett egy ilyen műfaj, ami a rockzene, és ezt egy művészetnek tartottam, és ma is így próbálom csinálni, független attól, hogy mi lett belőle, vagy mások nem csinálják. Az utcazenészt 2023-ban a Nemzeti Színházban mutatták be. Az előadás színlapján a szerző azt írta, elsősorban azért született, hogy bemutassa mindmáig, milyen kísértések és kihívások érték érik a zenészeket, mit kell megtenniük, vagy kikerülniük, hogy a pályán tudjanak maradni. Javában készülnek a 2024-25-ös idényre a nyíregyházi kosársuli csapatai. A felnőtt együttes legeredményesebb játékosa, Dobó Lilla, Budapesten folytatja pályafutását és tanulmányait. Az NKS korosztályos együttesei augusztus 2. felében már felkészülési meccseket játszanak, többek között a Pécs, a Szolnok és a Csata DS ellen. Ismét nagy üzem van a nyíregyházi kosársuli otthonában, a Szent Imre csarnokában. Az utánpótlás nevelő egyesület június végén tartotta idén záró családi napját, aztán pihenőt kaptak a játékosok. Az elmúlt hét elején a nyaralásukat töltő kivételével edzésre jelentkeztek a kosarasok. A felnőtt csapat legeredményesebb játékosa, Dobó Lilla, Budapesten folytatja pályafutását, de e hét közepéig még ő is Farkasinszky Gyuláné irányításával készült Nyíregyházán. A juniorjaink azok továbbra is kevesen vannak, annyi, hogy létszámban azért megvagyunk, tehát nem lehet, úgy tudom, kötelező létszámunk megvan. Sajnos van egy olyan kimaradó generációnk, ez a 2007-8-as, aminek 6-os is ugye, mert tavaly is kevesen voltunk. Ez éveken keresztül elkísér bennünket, sajnos pontosan emiatt nagyon nehéz az NB1-ünket is
megoldani, tehát muszáj a fiatalabbakkal föltölteni, sőt muszáj az idősebb játékosainkat visszacsalogatni, visszahívni. Hál' Istennek itt azért két ember is hajlott a jó szóra, jöttek és segítik a kosársulinak a munkáját. Tehát én úgy gondolom, hogy a többi korosztályban is probléma, a kadettjeinknél jó a létszám, serdülőknél jó a létszám, ott két-két csapat is el fogunk tudni indítani, tehát egyedül itt a fönti rész, tehát a junior és az NB1 az, ami picikét még nehézkes, de bízunk benne, hogy egy-két éven belül a mostani generáció fölnő, és akkor nem lesznek létszámbeli problémáink. A felnőtt csapat továbbra is az amatőr NB1-ben szerepel majd, de azt még nem lehet tudni, hogy melyik csoportban milyen ellenfelekkel szemben lépnek majd pályára a nyíregyháziak. Megkaptuk a versenynaptárt, most abban helyek közel tudjuk azt, hogy mikor vannak fordulók, mikor kell selejtezőzni, előselejtezőzni. A helyek közel azt is tudjuk, hogy melyik korosztály előselejtezőzik és melyik nem, de erre biztosat nem lehet mondani, mert ugye attól fog függni, hogy hány csapat nevezett be. Az is lehet, hogy itt most megpillanat a kadettünk is előselejtezőn van, de az is lehet, hogy előrébb csúszunk, és akkor nem kell előselejtezőni, csak a selejtezővel fogjuk tudni folytatni a továbbiakat. Várjuk, türelmesen várunk. Arról volt, hogy ezen a héten már megkapjuk akár a csoportbeosztásokat, megkapunk mindent, ugyanez vonatkozik az amatőr NB1-re, és természetesen vannak ilyen információk egyik-másik csapattól, akik ugye közelebb vannak a budapesti részedésüket, tudják, hogy azért ott mi történik. Az is lehet, hogy kevesebben leszünk, ki tudja, most akkor két vagy három csoport lesz, azon türelmetlenül várjuk, hogy mégis mi fog velünk történni. A hónap második felében elkezdődik a felkészülési meccsek sorozata. A Csata DS-e, a Szolnok és a Pécsi VSK is edzőtáborozik majd Nyíregyházán, így a kosársuli korosztályos csapatai ellenük lépnek majd pályára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A vártnál kisebb 1,3%-os volt Magyarország első féléves gazdasági növekedése. A gazdasági szakértők szerint a gigaberuházások a külső és belső kereslet gyengesége miatt jelentősen kisebb profitot termelnek, ez köszön vissza a GDP adatokban. Gerhes Miklós közgazdász szerint a költségvetés hiányának csökkentése érdekében a kormánynak minél előbb tárgyalóasztalhoz kell ülnie az Európai Unióval. Orvosi és pszichológusi segítséggel támogatják a leszokásban a dohányosokat Nyíregyházán. A Józsa András Tagkórház pulmonológiai osztálya ingyenes programot indított a káros függőségben szenvedők számára. Szomorú statisztika, hogy hazánkban jóval az uniós átlag felett van a dohányosok száma. A tüdőrák valószínűsége pedig több mint 100%-kal nőtt Magyarországon az Eurostat 2020-as adatai alapján. Szeptember 1-től kizárólag a tisztán elektromos és nulla kibocsátású autók lesznek jogosultak a zöld rendszám használatára. A hibrid elektromos járművekre eddig kiadott zöld rendszámtáblákat fehér alapszínűre kell cserélni, erre legkésőbb 2026. november 30-áig van idejük a tulajdonosoknak. Augusztus 8-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, pénteken ismét jelentkezünk majd a vármegye legfontosabb történéseivel. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Pénteken is az évszakos átlagnak megfelelően meleg napunk lesz, északon pár fokkal alacsonyabb hőmérséklettel. A napsütést időnként mérsékelt gomoly és fátyol felhősödés zavarhatja meg. Napközben északkeleten élénkre fordulhat az északnyugati szél. A legmelegebb órákban 27 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.